Nyári ellenőrzés sorozata NAV-nál a revizorok a szabályos bizonylatadási kötelezettséget az online pénztárgépek megfelelő használatát ellenőrzik, de a vizsgálatok kiterjednek a szabályos foglalkoztatásra is. Az adóhatóság látókörében maradnak nyáron is az internetes szolgáltatások és hirdetések. Tavaly nyáron 235 ellenőrzést végzett a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vizsgált vállalkozások 40%-ánál találtak valamilyen hiányosságot. Egy vállalkozást akár többször is ellenőrizhetnek, és jellemzően a munkaidőn túl jelennek meg a revizorok a cégeknél. Júliusban általában a kedvelt üdülőhelyeken, vendéglátóhelyeken, a nyári fesztiválokon fordulnak elő gyakrabban ellenőrzések, de a taxisok sem maradnak ki a körből. Ezekben a nyári ellenőrzési időszakokban úgynevezett cseremegyés akciókba is bevetik a munkatársaikat azért, hogy ne ismerjék fel az operatív ellenőröket. Az Adótrafipax, a NAV rendszeres ellenőrzési előrejelzése, a hatóság nyilvánosságra hozza azokat a helyszíneket, ahol ellenőrzéseket tartanak. A témát folytatjuk a stúdióban, Magyar Norbert a vendégem, jó estét kívánok! Köszönjük. A nyári ellenőrzés sorozat idén mikor indult el és milyen időtartamban? Július 1-től augusztus 31-ig tart az a kiemelt időszak, amikor egyébként a szezonális termékeket árusító, vagy a szezonális szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat ellenőrizzük. Egy picit fokozottabban az eddigieknél, hiszen ebben az időszakban ők számíthatnak megnövekedett bevételre. Tehát az ellenőrzéseinket is igyekezzük úgy orientálni, hogy ebben az időszakban egy picit nagyobb figyelmet kapnak az operatív ellenőrzések szempontjából, illetve a munkaidőn túl is, ahogy a bejátszásban is láthattuk, azokat az ellenőrzéseket végezzük el, amelyeket egyébként rendszeresen munkaidőben szoktunk elvégezni. Az a tapasztalatunk az elmúlt évek során, hogy sajnos ebben az időszakban nagyon megnövekszik a valamilyen hibának a felhalmozása, hiszen itt az ellenőrzéseknél nagyobb százalékban tárunk fel olyan hiányosságokat, amelyeket akár mulasztási bírsággal is sújthatnak a kollégáink. Ezek milyen hiányosságok elsősorban, illetve mit figyelnek, vagy mire figyeljenek a vállalkozások, cégek? Ezeknél az ellenőrzéseknél a számla és a nyugtaadáson kívül az alkalmazottak szabályszerű foglalkoztatását, bejelentését is vizsgáljuk, azt is, hogy határidőben történik-e meg a bejelentésük, nem pedig akkor, amikor éppen föltűnnek a revizorok mondjuk egy fesztiválon, és éppen a következő standhoz érve 10 perccel előtte bejelentették, ugye ezt 24 órával előtte meg kell tenni. Nagyon fontos, hogy a foglalkoztatottak szabályszerűen legyenek bejelentve, szabályszerűen legyenek alkalmazva, illetve akiknél online kassa van, azok pedig szabályszerűen legyenek üzemeltetve. Ugye ezeknél a vásároknál nem mindig kötelező ezeknek a használata, azonban ilyenkor a teljes körű számlaadással kell ezt pótolniuk. Hogyha ezt nem tudják megtenni, akkor pedig mobil pénztárgépet kell használniuk, illetve a pénzkészletet és az áruknak az eredetét is vizsgáljuk. Hogyan dolgoznak ilyenkor az ellenőrök? Ebben a kis anyagban is szó volt arról, hogy a revizorok ilyen cseremegyés akciókban is részt vesznek. Miért fontos az, hogy minél több ember dolgozzon ebben az időszakban, illetve hogyan szervezi meg egyáltalán a NAV ezt az időszakot? Igyekeznek fedetten dolgozni, ugye az ellenőreink, ez azt jelenti, hogy életszerű helyzeteket próbálnak teremteni, tehát a strandon nyilvánvalóan nem nyakendőben, öltönyben fognak megjelenni az operatív revizorok, hanem fürdőnadrágban, tehát hogy felismerhetetlenek legyenek. Azonban az a tapasztalatunk, hogy ugye mivel rendkívül csekély a revizorok száma itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, nagyon sok helyen, illetve nagyon sok vásáron, standon gazdálkodó vállalkozó már ismeri az arcukat, ezért cseremegyés akciókat szoktunk alkalmazni, ez azt jelenti, hogy vagy Hajdubiharból, vagy Jászlajkun-Szolnok megyéből jönnek revizorok, illetve a mi Szabolcs megyei revizoraink pedig oda mennek ellenőrizni, pontosan azért, hogy az arcuk miatt ne legyenek felismerhetőek, és az az életszerű helyzet megmaradhasson, ami egyébként számla és nyugtaadásra kötelezni a gazdálkodókat, vállalkozókat. Ugye nagyon sok esetben akár idegen nyelven is szólalnak meg a revizoraink, és ilyenkor bizony előfordul, hogy igen magas számlaösszegeket kapnak, számla, illetve bizonylat nélkül. Ugye ezt hallottuk az idén, hogy ilyen szituációban a taxisokat fogták meg a fővárosban, illetve a főváros környékén. Egyébként a vidéki nagyvárosokban is figyelnek a taxisokra. Természetesen, hiszen ahogy az előbb említettem, pontosan ebben az időszakban számíthatnak megnövekedett forgalomra ők is, illetve olyan jellegű szolgáltatást nyújtanak, amelyeket ilyenkor gyakrabban, illetve nagyobb számban vesznek igénybe, akár a fiatalok is. Ugye elhangzott az, hogy tavaly az ellenőrzések kapcsán a vállalkozások körülbelül 40%-ánál találtak valamilyen hiányosságot vagy szabálytalanságot. Ez bírságban mit jelent, akár pénzbírságban?
Ez azt jelenti, hogy összesen 10 millió forint bírságot szabtunk, illetve 2 darab üzletbezárást eszközöltünk. Ez azt jelentette, hogy ott már többször fordult meg egy-egy ellenőrzés alkalmával a revizor, tehát második alkalommal akár 12 napra is bezárható egy-egy üzlet, ami ugye ebben az időszakban igen súlyos terhet jelenthet egy vállalkozásnak. Azonban, hogyha valaki a második ellenőrzésnél is megbukik, sajnos számíthat erre. Illetve természetesen azért figyelembe vesszük azt is, hogy az adózói minősítés szempontjából az a vállalkozás, akit éppen vizsgálunk, hogyan minősített. Jó, hát ezek súlyos szankciók, ki kell mondani, és azért is beszélgetünk ezekről, hogy felhívjuk a figyelmét a vállalkozásoknak. Hogyha egy picit visszatérünk a foglalkoztatáshoz, akkor éppen ma a híradunkban foglalkoztunk a diák munkával, és látjuk azt, hogy ugye egyrészt nagyon nagy a munkaerőhiány itt ebben a megyében, és a diák munkásokkal vagy diák munkával pótolják a munkaerőhiányt, másrészt pedig az idegenforgalomban erre a szezonra kimondottan készülnek, és diák munkában foglalkoztatják a fiatalokat. Mi a tapasztalata az adóhatóságnak? Hát a diák szövegtervezők által foglalkoztatott diákok mindenképpen szabályosan vannak bejelentve. Ugye itt nagyon fontos, hogy ez is ugyanolyan jövedelemnek számít, mint hogyha bármilyen más munkavégzéssel kapcsolatos jövedelmet szerezne, tehát 15%-os személyjövedelem adó terheli, amit ugye a munkáltatónak kell befizetnie a NAV felé. Az a tapasztalatunk, hogy akik alkalmi munkában vannak alkalmazva, azok sajnos nem mindig vannak bejelentve, sőt nagyon sok esetben ugye akár a dinnyárusoknál, akár a zöldség-gyümölcsárusoknál, vagy akár tényleg alkalmi jellegű idény termékek árusításánál nincsenek bejelentve a diákok, ugye családtag, éppen rokonbarát, aki szinte megjelenik, és éppen akkor árusít, de ugye a revizorok nyilvánvalóan tapasztalattabbak már, tehát hogyha első alkalommal vizsgálják, akkor még talán el lehet ezt csődni, azonban nagyon fontos, hogy ezek az alkalmi munkavállalók egy héten 5 napot dolgozhatnak, illetve egy hónapban pedig 15 napot, és ettől többet nem is szabályszerűen be kell jelenteni őket. Hogyha ez nem történik meg, akkor természetesen ők is, illetve az alkalmazójuk is szankcionálható. Sok esetben a revizorok ugye vizsgálják azt is, hogy éppen az adott településen, hogyha végeznek ellenőrzéseket, akkor a település környékén lévő zöldség-gyümölcsárus éppen reggel is ott ült, vagy délután ült csak a helyén. Természetesen ezeket jegyzőkönyvezik, és akkor ebben az esetben bizonyító erővel hat az, hogy nem éppen most jelent meg a család, rokon, barát, aki csak 10 perc árusít a helyszínen. Az alkalmi munkavállalásnál egyébként a jogszabály szerint nem is kötelező szerződést kötni, amiből utána komoly problémák, konfliktusok is adódhatnak, mert azért a munkaügyi felügyelőség azt is látja, hogy a diák munkában jellemző a túlóráztatás, vagy a túlfoglalkoztatás, munkaidőn kívüli foglalkoztatás, tehát ezeket is nyomon lehet követni egy ilyen jegyzőkönyvből. Pontosan ezért van a jelentési kötelezettség. No, van még egy nagyon fontos téma, ami ugye itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több kormányablakot érint. A kormányablakokba kerültek a NAV ablakok, lehet ezt így mondani, és ott bizonyos ügyeket el lehet intézni. Nyírbátorban nyílt ilyen NAV-os kormányablak, ha lehet ezt így mondani, illetve Tiszavasváriban. Milyen funkciót fog ellátni ez a jövőben? Természetesen ugyanazt a funkciót látja el, mint amit eddig is a településeken az ügyfélszolgálatok, tehát ezek a NAV-os ablakok a kormányablakokon belül ugyanazt a célt szolgálják, tehát az adózókhoz szeretük volna közelebb vinni, illetve egy helyre vinni azokat a hatósági szolgáltatásokat, amelyeket ugye korábban más-más helyszíneken tudtak igénybe venni, illetve ugye a kormányablakok a történő betelepülésünk kapcsán már hosszabb nyitvatartási idővel állunk az ügyfélszolgálattal. Ügyfélszolgálat által az ügyfelek rendelkezésére ez azt jelenti, hogy például Tiszavasváriban is az egy alkalom helyett heti 3 alkalommal 8-tól 12 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére. Milyen ügyeket lehet intézni ezekben az ablakokban? Tehát ugyanolyan ügyeket, mint amit itt benne a központban, vagy vannak csak ügytípusok, amit ott lehet elintézni? Nagyon széles az intézhető ügyek köre, itt a személyjövedelemadó bevalláson keresztül, a bevallás javításán, különböző változás bejelentő lapokon keresztül, adóigazolások kikérésén át, ügyfélkapu nyitásán keresztül adókártyával kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az ügyfelek. Természetesen igyekeztünk mindent teljes körűen kitelepíteni, amire csak lehetőségünk volt, hiszen az a célunk, hogy az ügyfeleknek az utazását, az utazási idejét lecsökkentsük, és minél egyszerűbben, minél könnyebben tudjuk az ügyeiket intézni, akár a helyszínen. Tehát, hogy helyben adott településeken. Bővülhet-e ez a kör esetleg? Vagy erről még nincs információ, most jelen pillanatban Nyírbátor-Tiszavasvári?
Így van, de tervezzük még Nagykálót, Ibrányt, illetve Záhonyt is, hogyha minden jól megy, akkor 2018-ra ez teljesülni is fog, tehát ezeken a településeken is a kormányablakokon belül fog megjelenni a NAV ablak. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!